Ahogy így elnézem a birodalmukat, ha használhatom ezt a szót, akkor egyáltalán nem irigylem önöket, ami a munkát illeti. Nem is irigylési méltó. Tulajdonképpen ez az egész rabszolgasors hajnaltól késő estig állandó odafigyelést kíván. Megállása nincs az embernek egy szabad percre se. Növények el vannak vetve, magvak kikelnek, attól folyamatosan végig kell kísérni. Ott a növény parancsol. És ha valaki nem kíséri végig a folyamatába a dolgokat, akkor számolhat a veszteséggel. Mekkora területen kertészkednek? Pillanatnyilag 8500 négyzetméter felület van fóliával borítva. Ez télen-nyáron üzemel. Korábban primőráru termesztéssel foglalkoztunk. Időközben áttértünk a virágtermesztésre. Jövedelmezőbb üzletág. Mi felvidékről lettünk kitelepítve 1947-ben. Szüleim kiskerülővel kerültek ide, Nagymányokra 1956-ba, és azóta itt élünk. Mindig nem tudok elszakadni ettől a szótól, hogy a növény, a virág diktál. Miért csinálja? Tulajdonképpen egyfajta megszállottság részemről, mert mikor nekikezdtünk ennek a tevékenységnek, akkor hittem abba, hogy ez később majd komoly megélhetési lehetőséget fog biztosítani. És hát be is bizonyosodott idő folyamán. Mi az, ami ide köti? Gondolkodott ezen? Ami ide köti? Az egész légkör, ami itt van Mányokon, ez ahogy kialakult körülöttünk minden. Ez így nekünk nagyon jó. Én nem is tudnám elképzelni máshol. Egyáltalán. Nem is fordult meg gondolatomba az, hogy máshol éljek. Ahol kényelmesebb is lehetne.